Több nemzetközi lap is kiemelten foglalkozik Ferenc pápa magyarországi látogatásával. Az olasz lapok úgy fogalmaznak, a pápa első napját a béke szorgalmazásának szentelt Európa szívében. Egy lengyel lap hangsúlyozta, hogy a pápa támogatja Magyarország hozzáállását az ukrajnai háborúhoz. A BBC pedig kiemelte, hogy a pápa elismerően szólt a magyar kormány családvédelmi programjáról. Legtöbbet az olasz lapok foglalkoznak Ferenc pápa magyarországi látogatásával. A Losservatore Romano például fontosnak tartotta teljes terjedelmében közölni Novák Katalin beszédének szövegét, melyel az államfő a Sándor palotában fogadta Ferenc pápát. Az olasz katolikus püspöki kar napilapja az Avenire úgy látta, az egyházfő magyarországi látogatásán lelket keres Európa számára és békét az öreg kontinensen. Az újság szerint a pápa más kulcs témákat is érintett. Szorgalmazta az abortusz tragédiájával szembeni fellépést, valamint az ideológiai gyarmatosítás elkerülését, melyel kapcsolatban a genderkultúrát is megemlítette. A Vatikáni Média Csoport igazgatója alapnak úgy fogalmazott, Ferenc pápa Budapestről, a békéről Néma Európához szólt. A Corriere de Sera megjegyezte, hogy Oroszország megnevezése nélkül Ferenc pápa arra figyelmeztette Európát, hogy az öreg kontinens békére törekszik, senkit sem kezelhet örökös ellenségként. Az én Magyarországom nem a falakországa címmel jelent meg interjú Erdő Péter bíborossal az Il az Esztergom Budapesti érseg ebben arról beszél, hogy Magyarországot a testvéri befogadás jellemzi. Ha egy 10 millió lakos ország befogad másfél millió embert egy év alatt, nincsen szó falakról. A lennyel gazeta Pravna szerint az, hogy Ferenc pápa zarándok útra ment Magyarországra, annak a bizonyítéka, hogy a Vatikán támogatja Budapest megközelítését az ukrajnai háborúhoz a német Deutschlandfunk pedig a pápa és az orosz ortodox egyház képviselőinek találkozóját hangsúlyozta. A BBC újságírója kiemelte, hogy a pápa több együttérzést kért vendéglátóitól a menedékkérők felé, ugyanakkor beszédében méltatta a magyar kormánynak a hagyományos családvédelméretet kísérleteit.